Sziasztok, szép estét! Üdvözöllek benneteket! Hát szép jó estét kívánok mindenkinek! Bálint Natália, Magyar Átok című dalával. A legjobb hír, hölgyeim és uraim! Megalapítottuk mi rendszerváltokok
kamion televíziót. Ez itt a Fülke adása. Létrehozunk majd egy számlaszámot is, videókat az öltözőbe, támogatást a számlaszámra. A viccet félretéve, hát egy nap. Egy nap választ el bennünket a holnaptól. Valamivel több mint 12 óra múlva találkozunk a Vajdahunyad várnál. Ahogy kicsit elcsöndesedtem, így rendesedtem a dolgokat, gondolataimat, körbenéztem az interneten, és és nem tudom, hogy Magyarországon volt-e olyan esemény, teljesen mindegy, hogy a Facebookon szervezték-e vagy nem, ami ennyire lett volna támadva, mint a rendszerváltás. Nem tudom, hogy volt-e olyan esemény, vagy szervező, ahol az ellenség minden hajszálba megpróbált belekapaszkodni és szétzilálni egy rendezvényt. Azt a rendezvényt, aminek az országról kell, hogy szóljon. Azt a rendezvényt, aminek őnek is részese kéne lenni. És ugye elgondolkodtam, hogy mindenki a támadók közül az alaptörvény, a támadók döntő többsége az alaptörvény közjogi érvénytelenségét elismerve, hol szavazásra biztat benneteket, hol följelentésre, hol valami beadásra, hol kiáltványra. Ezeknek az embereknek nem érdekük a rendszerváltás, ezeknek az embereknek csak a szavaiba mutatkozik meg a nemzetépítés, ezeknek az embereknek csak a szavaiba mutatkozik meg a valós probléma iránti megoldóképesség. Ezek az emberek el vannak ebbe a zavarosba. Elhorgásznak, aztán majd bejelentik 2022 április előtt, hogy ők már pedig indulnak a választásokon. Ma éppen a Iker fiúk közül szólalkoztam össze az egyikkel, mert ő ki akart ide jönni párzászlóval, meg toborozni a híveit, mert ő neki még mindig kell, Isten tudja hány jelölt, aztán mondtam neki, hogy ide ki se gyere, mert ez nem arról szól. És még én voltam a hülye, hogy a rendszert, ami az érvénytelen alaptörvényre alapszik, az csak belülről a parlamentből lehet szétzilálni. Mert még mindig vannak olyan naív emberek, akik nem veszik észre, hogy az a szavazat, amit nekik adunk, az ugyanolyan, mint a Fideszre adnánk. Semmi nem fog változni. Ő nem fog tudni az életbe se kétharmadot összehozni. Az életbe se. Nem most, 25 év múlva se fogja tudni összehozni a kétharmadját. Itt le vannak osztva a lapok. Előre. A háttérhatalom leosztotta. Teljesen mindegy, hogy most a Fidesz lesz, vagy a másik szekértábor. Teljesen mindegy. Az egyik az drasztikus lépéseket fog tenni, a másik meg próbál még lavírozni egy picit, mert el akarja hitetni, hogy ő a megmentő. A végeredmény ettől függetlenül ugyanaz, gyerekeink jövőjével fizetünk. És nem fogok kipakolni, holott ki tudnák, de az nem szorgalmazná se az ügyet, se az eszmét. Én nem foglalkozok ezekkel az emberekkel. Akiknek a haza, a családja és a gyermeke sorsa fontos, az holnap ott lesz a Vajdahunyadvárnál. Származástól függetlenül, politikai identitástól, hovatartozástól függetlenül. Akinek meg nem fontos, az úgyse lesz ott. Én nem ítélek el senkit se, hogyha valaki a gurabi rendezvényére fog elmenni, tök értelmetlenül vonulgatnak, kiabálnak, üres parlament előtt majd nagy beszédeket hallhatunk, annyi felszólaló van, mint égen a csillag, nem fog változni semmit sem. Azoknak se látom eredményét, akik szervező felhívására a városba mennek autókkal és dudálnak, mert Orbán nem fog tőle elfutni. Nem fog tőle elfutni a dudálástól. Vagy megmutatjuk a nép, nemzet valódi erejét, vagy elvesztünk. Mindenki beszélt itt mindenről, mindenki, akit mi itt vártunk, az ide bejelentkezett.
Aztán mindenki kihátrált, mert látták, hogy engem nem lehet elmozdítani sehonnan sem, mert én erre tettem le az életemet. Ebből én nem vagyok hajlandó engedni. Pont ezért támadnak, mert, és pont ezért a rengeteg bírálat, mert nem hódolok be. Engem nem lehet betörni valamibe, vagy valahova, mert én nem hódolok be. Viszont itt megállok egy pillanatra. Csak egyetlen embernek üzennék név nélkül. Na figyelj, cucu. Eltűrtem sok mindent, hogy gyaláztad a családomat, személyemet. De azt, amikor a halott páromat kezded el gyalázni, azt nem fogom eltűrni szó nélkül. Én abból a helyzetből is 27 év után fölálltam. 27 éve, hogy a karjaim között meghalt a mennyasszonyom. Én fölálltam pajtás. De azt a fájdalmat, tudod, mert nekem nemes lelkem van, amit én akkor megéltem, azt én nem kívánom neked, mert összeszarnád magad. Ha a halott páromat te ne vedd a szádra, nem merészed a szádra venni, mert akkor te még az óvodába pisakását gyúrtál, kiskomám, érted? Amikor nekem tönkretem ment az életem. Egy barom miatt elveszettem az akkori családomat. Négy ember. Négy ember. Négy ember egyszerre volt kőrevatalozva. Úgyhogy nekem te nem magyarázza a halott páromról. Írogathatsz te itt nekem álnévem, de hidd el nekem, hogy van olyan kapcsolatrendszerem, hogy 10 perc alatt kiderítem valódi személyet. Hidd el nekem. Mit szórakozzál velem? Belenyúltál darásfészekbe. Ezt csak úgy halkan üzentem. Annak a jó képességű, arc nélküli trollnak. Jó? Tehát van egy határa, meddig el lehet menni, tajtikám, aztán utána többi a te felelősséged. De olyan nagy legény vagy, akkor gyere ki holnap, aztán mutasd meg magad, és fontos neked az országod. Mutasd meg magad. Szóval az eszme, az a rendszerváltás eszméje. És akkor azt mondtam nektek, hogy nagy bejelentéssel fogok jönni. A nagy bejelentés az nem azt fogja jelenteni, hogy kipakolok olyan emberekről, akikről már úgyis tudtak mindent. Mert azért észrevettem azt, hogy mikor a két doktor bejelentkezett ide, hátsó szándékkal, és utána kitáncoltak, akkor láttam, hogy a saját hívei meginoktak. A saját hívei árulással vádolták a két orvost. A saját hívei, azok ide csatlakoztak mellé. És ez nem rólam mond vélemény. Nem tudom, hogy a vendégem itt van-e már, és ha itt van, akkor be tudom-e hívni. De mindjárt megnézem, hogy nézi-e. Elviekben itt lesz. Elviekben, de nem tudom, hogy... Mindjárt nézem, mert akkor fölhívom majd telefonon. Legalábbis akkor megpróbálom, de hogyha itt vagy, bécikém, akkor... Akkor... Akkor jelentkezz be, ha nem, akkor fölhívlak persze telefonon. Tehát mindenki beszél mindenről, mindenki beszélt ebbe az országba egymásra borulásról, beszéltek itt rendszerváltásról, beszélnek itt egységről, mindenki az elmúlt másfél-két hétben ezt a rendezvényt támadta, mindenki erre a rendezvényre szervezett rá, Gödény, Torockai, most már ez a két ikres párt is erre próbál rászervezni, mert valami bitcoint nem tudta beváltani, vagy hát nem is értettem, hogy mi volt a probléma a bitcoinnal. Mindenki megpróbál lejáratni mindenkit, hogy ez nagy divat Magyarországon. Ez a megdöglött a tehenem dögőjön a szomszédé is. Belerakjuk egymást a pocsolyába, aztán beledörgöljük, mert ez olyan jó magyar szokás. Ez olyan jó magyar szokás. Ilyen széthúzó nemzet Európában még egy nincs, aki ahelyett, hogy az ország valós problémáját oldaná meg, egymás mocskója. Egymás mocskója. És akkor én
a rendszerváltók csoport az meg szépen itt ellavírozott a zavarosba, szépen kikerülte azokat az akadályokat, amelyeket elénk raktak. Háttérben olyan dolgokról beszélgetünk, tárgyalási szinten, hogy hogy lehet megmenteni a hazát, mindenféle izmustól mentesen, nem számít, hogy ki honnan jön. És én úgy gondolom, hogy amit lehetett, én megteremtettem. Ugye fölhívom a vendégemet, aztán akkor együtt jelentünk be valamit, csak megkérdezem, hogy itt van-e vagy nincsen, mert nem látom itt sajnos. Próbálom hívni. De még itt nincsen. Na mindegy, szóval mindenki egymás lejáratásával foglalkozik, ahelyett, hogy az egységet szorgalmazta volna, ahelyett, hogy a egységen dolgozott volna. Így arról ment, hogy ki mit akar, jogosan vagy jogtalanul, hogy az érvénytelen alaptörvény mellett indulunk a választásokon, holott kimondjuk, hogy érvénytelen, kimondjuk azt, hogy ez a rendszer, ez egy diktatórikus rendszer, kimondjuk azt, hogy itt nincsen tovább, nem tudunk tovább menni, mert nincs értelme tovább menni ezen az úton, csak elfeledkezünk arról, hogy emberek maradjunk, na talán már írt, mindjárt nézem közben, hogyha az internet is úgy akarja, de az internet nem akarja úgy, mert hát mi lenne, ha szót fogadna. Keresem közben. Csak annyian írtok, hogy egyszerűen nem érek a végére. Na, be is zárt. Nagyon jó. Szóval ez most nem akar összejönni, de ettől függetlenül össze fog jönni, higgyétek el nekem. Mint ó, elindult, jó van, elindult, már keresem vissza az üzenetet. És ahelyett, hogy az egységet, a közös pontokat, a közös problémáinkat próbálnánk meg orvosolni, ahelyett járatjuk a szánkat, kiabálunk a másikra, nagybetűvel rágalmazzuk a másikat, vagy éppen élő videóba, mert nincsen jobb dolgunk, megmagyarázzuk, hogy miért nem kell ott lenni, de alternatíva az nincsen, de állítok az ország akkora problémával küzd, hogy nem tudni, hogy mi lesz holnap, de ide nem kell kijönni. Na mindegy, valamilyen nem jön össze az internetes kapcsolat, mert próbálkozok vele. Egy pici türelmet kérek tőletek, aztán megoldom én ezt. Csak hát itt felvidéken olyan az internet, mint nálunk a kormány csapnivaló, úgy arcon kétszer. És itt egyszerűen az internet, ez valami katasztrófa évek óta. Megvan. Megvan. Mindjárt írok neki, hogy megbeszéltük délelőtt, hogy ugye jön. Szóval itt mindenki azzal foglalkozik, amivel éppen nem kéne, ahelyett, hogy azt mondaná, hogy mivel tudok segíteni. Senki nem mondja. Azt nem mondják, hogy a pajtás, neked ugyanaz a problémám, mint neked. Álljunk össze, mint két kicsi legó, aztán csináljuk egybe. Na mindegy, nem várok, én be fogok jelenteni most valamit, aztán jönni fog szerint a vendégem, de tudom, hogy máma gondja volt, mert autóvásárlási projektben voltak. Szóval annyit kell az én vendégemről tudni, hogy Horváth Bécinek hívják, Debrecenben él. Ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint amivel mi küzdünk. Egy óriási személyiségnek tartom, akivel az első perctől kezdve gyakorlatilag ugyanazt mondtuk, ahol megbeszéltük a közös problémákat,
és rájöttünk, hogy az éket közénk, amit mind a ketten tudtunk, de nem mondtuk ki, a politika verte. A politika verte a cigányság és a magyarság közé az éket, és a politika soha nem fogja levenni ezt az éket, hanem ezt a magyarnak, a cigánynak, vagy éppen romának, ki hogy hívja, együtt kell, egyetértésbe kell lebontani azt a falat, amit körénk építettek. Gyakorlatilag a viszályt nem a cigányság, nem a magyarság szítja egymás között, hanem fölülről a politika. És ma sikerült, azt hiszem, hogy reggel beszéltünk 10 óra után, és akkor holnap jönnek Debrecenből, és Béci felállítja a cigányságot ide mellénk, mert a cigánynak és a magyarnak ezt a rendszert együtt kell ledöntenie. Együtt kell lebontania azt az ellentétet, amit a politikusok körénk építettek, azt az ellentétet, ami szándékosan ránk van zúdítva, és mindaddig, amíg mi a cigány-magyar kérdést próbáljuk intézni, magyarázkodni, vitával, addig a politikusaink Budapesten jót nevetnek rajtunk. De a holnap nem csak magyarok jönnek, hanem Béci megszólítja a cigányokat is, és a cigányok is jönni fognak. Tegnap este beszéltünk telefonon, ma pontosítottuk a részleteket, tehát ők is jönnek, fölállnak a gyerekeiért, a családjaikért és az országért. Teljesen mindegy, hogy mennyi magyar lesz kint, teljesen mindegy, hogy mennyi cigány lesz kint. Az lesz a dolog üzenete, hogy a cigány meg a magyar együtt áll ki az országért. Együtt. Együtt áll ki. Azt hiszem, Magyarországon még nem volt olyan rendezvény, ahol a cigány meg a magyar együtt állnak ki egymásért. És mi egymásért állunk ki. Éppen úgy az ő családjáért is kiállunk, ahogy ő kijön a mi családunkért. Bízok benne, hogy főveszi Béci a telefont, és legalább be tud jönni. Bízok benne. A közvetítőnek üzenném, hogy szólhatnál rá, hogy itt várjuk, mert látom, hogy itt vagy. Csak nem akarlak megnevezni, mert ma itt elszólult egy kicsit a pokol, pont a tegnapi üzenetedre reagálva, és azért nem fedem fel a személyedet. De ha ezt az üzenetet nem értjük meg, azt az üzenetet, hogy a történelmet mi írjuk, azt az üzenetet, hogy egy történelmi lehetőség kellős közepén állunk, ahol kivezethetjük országunkat ebből a mocsárból, akkor el fogunk veszni. Akkor el fogunk veszni. Akkor el fogunk veszni. Viszont nekünk nem az a célunk, hogy elveszünk, hanem az a célunk, hogy visszavegyük az önrendelkezési jogunkat, és visszavegyünk a hazánkat. És a családjaink a legnagyobb biztonságban legyenek. És ugyanez BC-k érdeke is, és ugyanez a mi érdekünk is. 800 éves közös történelmünk van, nem lehet őket kizárni, mert nélkülük nem fog sikerülni. Nélkülük nem fog sikerülni. És addig, amíg Bécit megpróbálom újra elérni, legalábbis bízok benne, hogy sikerül, a holnapi napra kérdeztétek, mit hozzatok, ruhát, meleg ruhát hozzatok, gyógyszert hozzatok magatokkal, parkolási lehetőség az minimális parkoló van a műjégpályánál, ott vannak buszok is, buszparkolók is, most foglalt, tehát vannak buszparkolók is, aztán ott van az állatkert, a Vidám Park, ott is lehet, ott is van kialakítva a buszparkoló, és aztán a Városliget mögötti területen, nem tudom milyen utca, sajnos majd
ahol a Betesda kórház nyílik, nem tudom milyen utca az, ott viszont ki vannak alakítva a buszparkolók. Az az utca egész végig parkoló, és ott meg lehet állni személyautóval, busszal, és nem kell érte fizetni, mert hétvégén nincsen parkolási díj, tehát nem kell érte fizetni. Azt tudom, hogy Kisvárdáról egy nagy busz jön, azt hiszem egy háromtengeres. Üdvözöllek! Szia, barátok, szia! Próbáltalak behívni, annak innen folytatjuk, de nem tudtalak behívni, így fölhívtalak telefonon. Tehát én már bemutattalak, hogy Horváth Bélának hívnak, Horváth Béci vagy. Üdvözlök mindenkit, így gondolom, élőadás vagy akkor most. Én már élőadás vagyok, így van Béci, élőadás vagyok. Üdvözlök mindenkit, hát remélem, hogy figyelj, a cigányság és a magyarság tudja mindenki nagyon jó, hogy ez feszültség volt, meg lesz is mindig, de a egy a közös cél. Érted, mindig azt mondjuk, hogy a helynek jobb legyen. Én ugyanazt mondom, amit a magyarság, a cigányság is, hogy mindenkinek legyen sokkal jobb a mármint, hogy előrefele mindenkinek jobb legyen a gyerekeinknek, unokáinknak, mindenben a segítségeteket veszünk. Leszek, ami jó dolog az életünket. És te hogy látod a cigányság helyzetét, hogy ugyanazokkal a problémákkal küzd, mint a magyarság, ugyanaz az ellen... Ugyanazok vagyunk mi is, Attila. Most, hogyha figyelj ide, most mindenki ugyanazt a kenyeret teszi, ugyanazt a ételt veszi meg a boltokba, ugyanannyiért, mint bárki más, érted? Ugyanaz vagyunk nekünk is, mint ami nektek, ugyanaz szint. Tehát egy társaság, egy társadalom, hogy mondjam neked, mindenkinek egy a baja. Kevés a. Így van. A rendszer. Na. Ez a rendszer. Így van. Ez a rendszer, ez a politikai elit, amelyek éket vágott a magyarság és a cigányság közé. Míg mi egymással foglalkoztunk, egymással kiabáltunk, veszekedtünk, a politikusok meg jót nevettek rajtunk. Ez így igaz. Megtévesztették az embereket, megtévesztették a romaságot, a cigányságot, a magyarokat is, érted mindenkit. De a cél közös, és egy. Mi is dolgozunk, már aki dolgozik, érted. Gyerekeinket neveljük szépen, tisztességesen, aki tudja, már ki úgy. A lényeg az egész az, hogy mindenki azt akarja, hogy a családjának jó legyen mindig. Legyen munka, legyen bőségesen étel az asztalon, legyen pénzünk, legyen tisztesség is, kés ennyi az egész. És ami a legfontosabb, hogy egészség. Egészség, így van, pontosan így van. Ez a legfontosabb, így van. Így van. Így van, dolgozunk ide, figyelj, pocsára, nem pocsára, hanem úgy mondom például, hogy valamizatos egy ismerősünknek fájt a foga, csak egy példát mondok, és kérlek szépen dolgoznak, és kiütött a foga, neki nem volt védőoltása, és képzeld el, hogy nem fogadták. Igen. Szóval ezek a problémák azok megvannak nálunk is, mindenhol. És mit tudtatok csinálni, oltás nélkül, vakcinázás nélkül? Kérlek szépen semmit, magánorvos, és fogfúrás van. Közbefizetik az adót, TB-t, mindent, úgy, hogy mi is, a mindenki. És hát ez elég. Kulturális volt, magyarulunkból. Na. Így van. Ennyire senkinek. Hát ezt együtt, senkinek. Ezt együtt meg tudjuk állítani, legalábbis bízok benne, hogy a legnagyobb lépcsőfokot a Szolnok megtesszük. És én is. Hát figyelj, én azt mondom neked, azt mondom, hogy sikerüljön, és ha az életek szép, közös, a cél legyen meg, és kész. Ennyire. Így van. Béci, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy behívtál, barátom, és te arra úgy jön, hogy a bírodásokba menni. Nem pedig értem az a kislányommal. Hát, na. Semmi gond nincsen. Ahogy ennek. Hát az egyik unoköcsém éppen az intenzív osztályán fekszik nagyvérzés. Kapott egy munka a közben, ugye egy brúkoló, és ugye még a csodálatot megmutatték. Hát reméljük, hogy jó lesz. Hát jobbulás neki. És holnap meg. Köszönöm szépen. Holnap meg, bízok benne. Így van. Nagyon. Jó, amit tudunk, Attilán megtesszük, és ugye ti is együtt közösen. Nyugodalmas, jó éjszakát, jó egészséget neked meg a családodnak. Köszönöm szépen, viszont kívánom, és jó éjszakát. Holnap találkozunk. Jó éjszakát, szia. Holnap találkozunk. Szia, barátok. Hát ő volt Horváth Béci, és ő neki a szavára hallgatnak, figyelnek a cigányok, elfogadják és tisztelik.
hogyha holnap, illetve ő még ma este majd csinál egy élet, hogy már csinált, nem tudom, tehát hívja a cigányságot, most már nagyon-nagyon sok ember tudja, hogy ő jön, főleg így, hogy ő ezt már ma kiismerte, nyíltan mondani, hogy föl kell állni, és egymás mellé kell állni. Szóval, amit láttam, hogy megírtátok, Hermina utca, oda is be tudnak állni a buszok, meg személyautóval is be lehet állni. Még egyszer is mondom, hogy ingyenes a parkolás. Hát bízok benne, hogy annyian leszünk, hogy nem fogunk elférni. Akkor majd segítünk, hogy hol lehet parkolni, mert vannak parkolóházak. Tehát én tömeget várok. A rendőr tömeget vár. Mi tömeget vártok. BC-k is tömeget várnak, úgyhogy itt mindenkinek egy a célja, de bízok abban, hogy meg is értitek, hogy itt már nincs tovább. És azért még egy dolog. Ugye azt már nagyon régóta tudjuk, január közepén tudjuk, hogy Orbán 12-én tartja az évad záró beszédét. Ezt ugye már régóta tudjuk. 12-e az holnap lesz. Fönt a Karmelitákba fog, vagy hol fog beszélni, a Várkert bazárba fog beszélni, de még ugye pontos helyszín még nincsen, mert még nem volt idejük januártól megtalálni a helyszínt. De gyerekek, mi lehet abba a beszédbe, mire készülhet a Fidesz a holnapi beszédbe, hogyha Orbán ma lemondta a rádiós beszélgetését, mert ő neki készülni kell a holnapi beszédére. De januártól nem volt ideje. Mi lehet benne? Milyen ígérgetések lehetnek benne? Ez ugye arra jó nekünk, hogy ők ugye egy helyen lesznek. Burkoltam mondom. Ez arra jó, hogy ők egy helyen lesznek. Nem tudom, hogy értitek-e, hogy mit szeretnék mondani. Olvasatok a sorok között. Nem érdekelnek a vezetők, nem érdekel senkit, tehát nem kívánok senkivel se foglalkozni, sem Olásanyival, sem mással. Tehát aki megértette a hívószót, az itt lesz. Az jön rendszert váltani, és nem tüntetni megy. Kettő között óriási különbség van. Óriási tüntetés van, óriási tüntetés lesz állítólag holnap, nagy beszédek lesznek, mondom, annyian vannak, mint égen a csillag, annyi felszólaló lesz, látjátok, mi nem írtunk ki semmit se. A rádió az közvetíteni fogja persze természetesen élőbe a Godó Gyuri. Nagy valószínűséggel már ő hívott közbe, csak nem tudtam visszahívni, mert most hívott, mióta elkezdtem az élőt. Tehát nagy valószínűséggel élőbe is itt lesz, ezt még nem pontosítottuk, de eddig úgy néz ki, hogy élőbe is jön a Gyuri. Tehát lesz rádió, az oldalon kint lesz élőbe az élő videó is. Én bízok benne, hogy nem az élő videót fogjátok nézni, hanem abba bízok a legjobban, hogy nagyon-nagyon sok ember ott lesz. Leveszem a hangot, elnézést. Én ebbe bízok. Én úgy gondolom, hogy megvan teremtve a hely, az idő, megvan a lehetőség, megvan minden ahhoz, hogy rendszert váltsunk, megvan minden ahhoz, hogy ti emberek ott legyetek, hisz be van jelentve, azért lett bejelentve, hogy benneteket védjünk. Nem tudom, hogy ezzel kinek mi a problémája. Ennek az az előnye, tegnap elmondtam, de már megint kaptam támadást, az az előnye, hogyha jönnek oda hőzöngők, mi vagyunk védve, és a rendőrség a hőzöngőket kiviszi. Azokat is ki fogja vinni, akik nemzetgyűlésre agitálnak, aláírással, azokat is ki fogják vinni, akik más nyilatkozatot akarnak, azokat is ki fogják vinni, akik pártot akarnak ott agitálni, ezekre az emberekre nincsen már szükségünk. Ezekre az emberekre nincsen szükségünk, ezeknek nem nincs itt a helye, ott van egy másik rendezvény, ott agitálják egymást. Én nem kívánok ezekkel az emberekkel foglalkozni, nem kívánok. Ez nem arról szól, ez a rendszerváltásról szól lesz. Vagy elfogadjuk, vagy nem. Az, hogy valaki ide bejelentette egy rendezvényt, és nincsen bejelentve, az legyen az ő dolga, az nem a mi dolgunk, az nekünk nem kell foglalkozni. Miénk a tér, nem az övék. Miénk a tér, le van foglalva, papírunk van róla, és a rendőrség, még egyszer is mondom, azért lesz ott, hogy benneteket védjen. Nem azért, hogy ne el legyünk vezetve, meg oszlatni kelljen meg ilyen baromságok, ez... Mert már ilyent is olvastam, hogy azért jönnek. És hogy mekkora a tét?
magyar nemzet a mai állás szerint vesztésre áll. Még a mai napig vesztésre áll. Bízok benne, hogy holnapi nap folyamán előjön a nemzeti öntudat, előjön, hogy féltjük a családunkat, megértjük, hogy mi a feladatunk, és összeállunk egymás mellé, nagyon-nagyon sokan, és elvesszük a politikusoktól a hatalmat. Visszavesszük az önrendelkezési jogunkat. Ha ezt nem tesszük meg, akkor méltatlanok vagyunk arra a szóra, hogy magyar. Ha ezt nem tesszük meg, ők maguktól nem fogják visszaadni. Ha nem tesszük meg, akkor a politikusoknak adtuk a gyermekeink jövőjét. Ha nem tesszük meg, akkor mindannyian el fogunk veszni. Ki kell mondani, ha tetszik, ha nem. Ki kell mondani. Ők maguktól nem fognak nektek visszaadni semmit. Semmit. És hogyha úgy gondoljátok, hogy nem tartoztok felelősséggel a gyerekeitekért, arról én nem tehetek. Én úgy gondolom, hogy felelősségteljes szülőként, apaként igenis felelősséggel tartozom a lányaimért. Nagyon-nagyon sok normális gondolkodó szülővel beszéltem, aki pont nem magáért jön ki, hanem a gyerekért jön ki. A gyerekért jön ki. Mert övéknek kéne lenni. Övéknek kéne lenni. A jövőnek. Övékének. És az én sokatoknak annyi idős a lánya, mint az, meg a gyermeke, mint az én kicsim. 3-4 év közötti. Majd fél pillanat, csak innen kirakunk valakit, már nem tudok kirakni, úgyhogy ki akartam rakni, de nem tudtam kirakni, mert hagyjátok a trollokat a fenébe. Hagyjátok, nem kell vele foglalkozni. Hagyjátok. Majd abba hagyja. Adás végén már sehol se lesznek, higgyétek el. Szóval én ezért megyek ki holnap. Ez a rendezvény éppen miattatok lett. Összehívva. Palinak meg üzenem Pali bátyámnak, hogy igen, ha akkora a tömeg, és úgy nő a tömeg, ezt idáig nem mondtam, de most már kimondom, akkor a Hősök tere is a miénk. Azt is a rendszerváltók kapták meg. De ahhoz tömegnek kell lenni. Akkor nem csak a Vajdahunyadvár előtti terület a miénk, hanem az egész Hősök tere is a miénk. És ha az a tömeg is gyűlik, akkor ott majd a rendőrség zárja az utakat. Az már nem a mi dolgunk. Az már nem a mi dolgunk, ha mi nem férnénk el. Az nem a mi dolgunk. Először a Vajdahunyadvár előtti területet töltsük meg, utána töltsük meg a Hősök terét. A Hősök terére, hogy elmondom nektek, hogy 10-11 ezer ember fér csak el. Csak én halkan jegyzem meg. Halkan. Abba a területben, ami most jelen pillanat a Hősök tere. Abba 11 ezer ember fér el. Szükössem. Szükössem. Úgyhogy az a terület is a miénk. Az a terület is a miénk. De ahhoz tömeg kell. Tömeg kell. Nem kell foglalkozni most a következő 12 órával. Ne foglalkozzatok, hogy ki milyen véleménnyel van. Ne foglalkozzatok az élő videókkal. Tegyük a saját dolgunkat. Én pont ezért nem is reagálok, mert nem érdekelnek. Azt csinálnak, amit akarnak. Általában mindenkinek ugyanaz a problémája állítólag, de egyik se a problémával. Bár mindenki tudja a megoldást állítólag, mindenki tudja a megoldást. Én viszont úgy vagyok vele, hogy az a megoldás, hogyha a jog eszközével élünk, a jog eszközével, a tömeg erejével, és elindítunk egy olyan folyamatot, amit a politikus nem fog tudni megállítani. Az összes többi, az humbu. Erőszakkal nem fognak kimenni az emberek az utcára, hiába várják a radikálisokat, nem fognak kimenni az utcára, mert nincsen Magyarországon radikális csoport. Tudomásuk, ha lenne, már minden rendezvényen megmutatta volna magát.
minden rendezvényen. Nincs, aki azt kiabálja, hogy vérnek kell folynia, az az ember, az egy gyáva nyúl, mert nem mer fölállni és kijönni. Ezek az emberek idáig is ezt kiabálták. Sehol nem voltak. Több radikális csoportosulás is van állítólag, egy sem mert fölállni, megvédeni a hazát. Elég nagy szégyen rájuk nézve. Elég nagy szégyen. Nincs más út. Nincs más út. Egy út van. Az, amit úgy hívnak, hogy rendszerváltás. És ezt el lehet indítani. El lehet indítani. És én tudom, hogy ma rengeteg ember hívott, biztatott. Akarunk emelt fővel végig menni az utcán? Akarjuk, hogy Európa megint rettegjen a magyar névtől? Hogy tisztelegjen a magyar név előtt? Ugye ezek fasz a gyerekek voltak, ezek odavágtak. Így kell csinálni. Akarjuk. Akarunk a gyerekünknek biztosabb jövőt, kiszámíthatóbb jövőt, egzisztenciát adni. Ha nem akarunk, nem kell kijönni. Én akarok. Én holnap ott leszek. Egyedül nem tudok rendszert váltani. Egyedül nem tudok rendszert váltani. Azért ezt elmondom, hogy számtalan rendőr lesz ott. És a rendőröket most vezette meg az állam. Kifizette a fegyverpénzt, 2 millió forintot, majd közölte, hogyha nem oltakozik, vissza kell fizetni. Meg akarja venni a rendőröket. Tudjátok, hogyan fel vannak háborodva a rendőrök? El sem bírjátok képzelni. El sem bírjátok képzelni. Most is 30 üzenet van körülbelül a rendőröktől, hogy jönnek. Ők nem fének. Ők nem fének. Hát akkor ne féljetek ti se. És ha itt 2 millió forinttal, most gondoljátok bele, hogy 2 millió forinttal nem fog oltakozni, 2 millió forinttal nem lehet megvenni. Mert neki az egészsége többet ér. És akkor is szembeáll velük. És akkor is szembeáll velük. És azt mondja, hogy nem. Rendőr létére. Akkor téged mi tart vissza? Hogy fölállj és egyre. A gyerekedért. Az egészségedért. A jövődért. A hitedért. Az emberi méltóságodért. A szabad akaratodért. Mit tart vissza? És a magyar név az akkor lesz újra szép, ha holnap nagyon sokan vagyunk. Orbán miért mondta le mai rádiós beszélgetését, gondolkozzatok? Nem volt neki ideje januártól fölkészülni? Beszédére? Mert tudja, hogy kint leszünk, és ígérni kell az embereknek, az évértékelőn. És már arról beszélt, hogy 13. havi nyugdíj, adókedvezmény, óriási Európában egyedülálló családtámogatási rendszerünk van. Ja, 13.700-at kapok az államtól, gyerek után egyedül nevelem. 13.700-at. Tényleg fasza? Tényleg? Tényleg? Nincs 50 euró? De Európában egyedülálló családtámogatási rendszerünk van. Egyedülálló. Hát tényleg egyedülálló. Szégyen. Szégyen. Csak ott vannak azok az emberek, itt vannak közöttetek is, akik azért, mert egyedülállóak, több adót fizetnek. Gyereke. Mennyivel kevesebb ember az, akinek még nincsen gyereke? Bocsi. Erre a világra. Főleg, ami az elmúlt 2 évben, meg 2020-tól. Ki az az épeszű, aki erre gyereket mer vállalni? Erre a bizonytalanságra. Hogy az állam azt mondja, hogy holnap nem nyithatsz ki, azt old meg. Ha az állam azt mondja, hogy veszteséget kell termelned, mi most jelen pillanat, nem most, jelen pillanat, ezen a héten a benzinkutas veszteséget termel. De hát magának köszönhető, mert ő se állt föl. Nem tudom már őket sajnálni. Most sírnak, hogy már 40 fillér veszteségünk van. Tényleg? Hát föl kell állni, be kell csukni a bótot, föl kell állni, ezt ki kell jönni hónap. Ilyen egyszerű gyerekek. Nem sírni, rínni kell, föl kell állni. A 40 fillér. Minden projekt, minden üzlet nem lehet nyereséges. Halkan jegyzem meg. Erre akartok gyereket? Erre a világra? Azt sem tudjuk, hogy meddig tart ez a Covid-hisztéria, amit a politikusok tartanak fönt, ez a politikai vírus.
Oltott, oltatlan? Egymásra szembe vagytok állítva? Ide akartok gyereket? Én szeretem a gyerekeket, szó nincs róla. De most valami eszem, hogy nem vállalnák. Jó, egyedülállóként kurva nehéz. Szóval ezt azért elmondom. Egyedülállóként. De? Most az adó visszatérítésnél is probléma van. Na, azt is kifizették hirtelen 12-ére, megjön mindenki, hogy otthon ültesse az ember. Megjön a nyugdíj, a 13. havi nyugdíj is. Nem 13. havi nyugdíj kell, gyerekek? Ez egy nagy baromság. Olyan nyugdíj, ami 12 hónapig kitart. Nem alamizsna, 28.500-ért. Ilyen egyszerű. Tisztességesen meg kell fizetni azokat az embereket, akik ledolgozták az életüket. Meg fölépítették az országot 56 után. Ilyen egyszerű. Jó napot! A rendőrnek vissza kell adni a rangját, vissza kell adni a szolgálati kedvezményét, a tűzoltónak, a katonának, abban a pillanatban rendben be az országba. Abban a pillanatban. Addig, amíg itt töketlenkedünk, meg azon gondolkodunk, hogy kimenjünk, vagy nem menjünk, hogy hova menjünk, meg idiótákat nézünk, kedélyjavítókat, szedőket nézünk, azt se tudja, hogy mit beszél. Mit nézünk ilyeneket? Tatta, azzal jobb lesz a te életed, hogy meghallgatsz ilyen marhákat? Dehogy lesz jobb az életed? Aláírsz valamit, amire úgyis tudod, hogy halott ötlet? Dehogy lesz jobb az életed? Csak elhitetik. Ezek az emberek elhitetik, hogy majd azzal jobb lesz. Azzal jobb lesz. Ha az se sikerül, akkor majd lesz a választósdi. Hát ha az se jön össze, akkor nincs más, mint az utca, csak már akkor nem lesz ember. Mert azok az emberek, akik most ilyen baromságot hirdetnek, azok már hitetlenek lesznek. Már most azok. Láttátok az elmúlt egy-két napot. Már most azok. Most azok. Szóval én holnap ott leszek. Én bízok abban, hogy anyan leszünk, amennyien még nem voltunk. Civil megmozdulásom. Hogy a Várkert bazárba berelemegnek a nagyurak a beszédjükbe. Hogy nem megy végig a beszéd. Mert még kér a nép, de már nem kell, hogy adjatok. Mert az már elveszi. Már nem kell, hogy adjatok. És azt a beszédet a tévé közvetíti. De azt is közvetíteni fogja nekik. Amikor jelzik, hogy nő a tömeg. És majd azt a közvetítést nézzétek meg az arcukon, a mosoly. De ahhoz kin kell lennünk. Egyszerre, egy helyen. Egy időben. Nagyon soknak. Nagyon soknak. És az esélyt nem szabad arra megadni, hogy rendbontók legyenek közöttünk. Az esélyt. Oda kell menni szólni a rendőrnek. Oda kell menni. Nem szabad megengedni, hogy ezek beférkőzzenek. És úgy is tudjátok, hogy jönni fognak. Mert mindenki 12-ére szervezett. Hirtelenjébe olyan fontos lett a haza, meg az aláírás gyűjtögetősdi, meg a Covid elleni kiabálás, hogy már ők is fővették az önrendelkezést, mert ideig azt tudták, mit jelent, de most már ők is fővették, mert mi kiírtuk. Ideig azt tudták, mi az önrendelkezés. Azt se tudták, eszik-e vagy isszák. Most már ők is fővették. De még mindig a Covid ellen akarnak kiabálni. Hát az milyen önrendelkezés? A Covid az érvénytelen alaptörvényre alapszik. És elmondtam nektek tegnap, ez csak akkor fog sikerülni, ha az élő után szólsz a barátaidnak. Ha beülsz a karosszékbe, az bekapcsolod az M1-et, akkor el fogunk veszni. Mert újra kevesen leszünk. Én viszont a hozzászólásokból, a terjesztésekből nem azt látom, hogy kevesen leszünk, hanem azt látom, hogy igenis van igény a valós és tényleges rendszerváltásra. Azt látom, hogy igenis van igény a jobb életre. Ha ennek szellemében jössz holnap Budapestre, az már bőven elég. Ha jobb életért jössz ki Budapestre, a szabadabb életért jössz ki Budapestre, akkor megszabadulunk a gonosztól. Akkor megszabadulunk. Addig, amíg otthonról fogod várni az élőt, megnyugtatlak, semmi nem fog megváltozni. Semmi.
Semmi. Amit még szeretnék lejátszani, megpróbálom megkeresni, csak ugye itt az internettel küzdök felvidéken, de próbálom megkeresni, mert hát ha sikerül, és reklám nélkül behozza, mert ez a halálom, hogy mindenhova reklámot ad, meg ez a halálom, hogy ez az LG telefon, ez már csak kutyát dobálni jó, mert ez olyan lassú, hogy hát, ha sikerül. Hazának rendületlenül légy híve, ó magyar. Bölcsőd az, és majd a sírod is, mely ápol, és eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt. Ez, melyhez minden szent nevet egy ezred év csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak adai. Itt törtek össze Nabigát, Hunyadnak karjai. Szabadság. Itt elhordozák véres zászlóidat, s elhúltalak legjobbjaink a hosszú arc alatt. És annyi bal szerencse közt. Oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem. Él nemzete hazán. S népek hazája, nagyvilág, hozzád bátran kiált. Egy ezredévi szenvedés kér, éltet vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keservben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobbkor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll, s a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönnyű. Légy híve, rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyában ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned. Vörös Marti szózatát a nemzet talán egyik legnagyobb színésze, Sinkovics Imre szavalta el. Az a Sinkovics Imre, akiről oly kevesen tudják, hogy 1956-ban részt vett az akkori forradalomba, akinek a fia Sinkovics Vitai András, jó barátom, Isten éltesse sokáig. Ő viszont a himnuszt tudja úgy elszavalni, hogy szem nem marad szárazom. És aki azt hallotta annak idején 2014-ben a Tabánba, az belénk égett, mint a cigarettacsik, amit elnyomnak a kezünkön. Az úgy belénk égett. Az autós blokádra visszatérve, ezt lemengedte a rendőrség,
annyi könnyítést kaptunk, hogy bejöhetünk, kizászlóthatjuk az autót, bejöhetünk csoportosan, bárhonnan, viszont a KRESZ utasításait be kell, hogy tartsuk. Tehát ennyi a különbség. Nincsen biztosításunk, de ötösével nyugodtan bejöhetünk, hogyha KRESZ-t be tudjuk tartani, KRESZ szabályokat, akkor nem lesz semmi probléma. Ennyi változott a blokkáddal kapcsolatban, illetve mindenkit megnyugtatok, hogy Hajnal János holnap velünk lesz. Ő is csatlakozik a rendszerváltáshoz. És ugye mindenki tudja, hogy voltam bent vele egy telegramos csoportban, ahol nem előre megbeszélt kérdésekre válaszoltunk, és látták, hogy mind a ketten egyformát beszélünk, és megvan közöttünk a kellő intelligencia és összhang, ugyanazt a témát illetően. Úgyhogy Jani az ezt a rendezvényt fogja erősíteni, és bízok azokba az emberekbe is, akik Janira felnéznek, hogy ők is csatlakoznak ahhoz, hogy közösen váltsunk rendszert. Rendszert és nem kormány. Rendszert és nem bábokat. Rendszert úgy, hogy a háttérhatalmat megkerüljük. Rendszert, hogy gyermekeinknek jövője legyen. Rendszert, hogy büszkén magyarok lehessünk. Rendszert, hogy Európa tiszteletre méltó állampolgárai legyünk. Rendszert, hogy egyenes gerincsel sétálhassunk végig Európán. Rendszert, hogy irigyelve legyünk. Rajtatok múlik. Holnap 12 óra, Vajdahunyadvár, Budapest. Oda várlak benneteket. Együtt. Ez csak együtt sikerülhet. Cigány, magyar, oltott, oltatlan, jobboldali, baloldali, kelet, nyugat, mindegy, hogy honnan jössz. Testvérként fogunk üdvözölni. Testvérként. Ez a lényeg. Nem az ellentéteket kell most már. Mindenki azt mondja, hogy hidakat kell építeni. Hidakat, és pont ők, akik lebontják a hidakat, mondják, hogy hidakat építsünk. Pont ők. Ugyanaz megy kicsibe, mint a politikában. Megosztás, ellenségeskedés, gyűlölködés. Nézzétek meg a plakátokat, nézzétek meg a reklámokat. Gyurcsány show folytatódik, nézzétek meg. Ezeket a pénzeket szét lehetett volna osztani kórházaink között, amit erre költöttünk, hogy az ellenségeskedést tápláljuk. Szét lehetett volna osztani óvodáink között, szét lehetett volna osztani tűzifába a szegények között. Ezt mind meg lehetett volna spórolni, ezeket a költségeket, plakátokat, videókat, 100 milliókat fizetünk ilyen szarságra. Hát ki kíváncsi rá? Ki kíváncsi el? És az a baj, hogy felkapcsolod az internetet, és ezek jönnek be. 3 éves gyereknek a reklámjába, a gyurcsányba. Csak megkezdődj, már megint ez van. Ez. A mesefilmek közé már ezt csempészik be. Hol van az etikai határ? Hol van? Politikus az országházba politizáljon. Ne az interneten. Ne ott ossza az észt. Meg kell állítani a gonoszt. Mert ha mi nem tesszük meg, rajtunk kívül már nem fogja megtenni senki se. Lehet itt várni a csodára, meg a mannára, meg a megváltóra, meg a karizmatikus vezetőre. És a hölgyek tudják, hogy a lovag nem jön el fehér lovon, ezek az emberek sem fognak eljönni fehér lovon, ezek sincsenek sehol se, csak ezeket várjuk. És már egyszer elmondtam, hogy Kossuth Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, ha még egyszer azt üzeni, azóta arra várunk arra az üzenetre, hogy ha üzen Kossuth, akkor menni kell. Ne az üzenetre várjál. Tegyél magadért. Ne az üzenetre várjál. Mert 48 óta arra várunk, hogy Kossuth üzenjen. Csak aztán közben Kossuth az megbukott. És elveszett a haza. És még mindig sokan Kossuth üzenetére várnak. Hogy mikor üzen, hogy menjünk. Ki lesz az a karizmatikus vezető? Helyettesítsétek be Kossuth személyét. Aki utcára hív bennünket. Ha erre vársz, akkor már most élő halott vagy. Ha nem állsz föl és nem teszel gyerekedért, a jövődért, akkor halott ember vagy. Nem most, néhány hét, hónap, esetleg 1-2 éven belül.
De már most élő halott vagy. Már most, mert semmihez nincsen jogod. Nincs semmihez se jogod. Hallottátok, Bécit? Fogászatra. Vakcina kell. Úgy, hogy fizeti az adót, meg a tévét. És még ezt is eltűrtük. Ezt is. De a saját pénztárcánkból húzzák ki a pénzt, és nem adnak cserébe semmit se. És a rendőrnek is a hócipője teli van a fegyverpénzzel, mert nem fogja aláírni. Inkább visszaküldi. Adjon az Isten fényeket, temető helyett életet, bár kérni nekem nagy szégyen, hát adjon akkor is, ha nem kérem. Hölgyek és urak, Kamion TV fülke adását láttátok. Holnap nem innen fogok bejelentkezni. Holnap a térről fogok bejelentkezni. Bízok benne, hogy olyan tömeg előtt, amit még nem látott Orbán, amit csak ő tudott összehívni, olyan tömeg előtt, akit már nem lehet elfojtani, olyan hangos tömeg előtt, akinek a szava a Várkert bazárig fog hallatszódni, olyan tömeg előtt, amit már a tévébe is le fognak adni, olyan tömeg előtt, ami begyújtja úgy az országot, hogy mindenki ott akar lenni. Én holnap ennek a szellemiségnek a tudatába indulok fő Budapestre. Bízok benne. Bízok benne. Hogy nagyon sokatokkal találkozok. Bízok benne, hogy hosszú idő után nem csak az interneten látom majd az, hogy ott leszünk, hanem ott is vagytok. Tudom, hogy holnap jönnek a buszok. Tudom, hogy hála Isten, mivel hogy használtuk az eszünket, a kamufoglalásokat elkerültük, hisz mindenkinek meglett a telefonszáma, jó pár buszszervező előre elvitte a fuvardíjat. Én nem busszal fogok menni, bár 20 kilométerre arrébb indult tőlem busz, Mészáros Attila fogja vezetni. Azt hiszem, egy Setra, ha minden igaz, a buszok csúcsa, én most hallottam ezt, én nem vagyok buszos, buszok csúcsa fog indulni, azt hiszem, egy Setra, egy háromtengelyes Setra, Kisvárdáról szintén egy háromtengelyes busz fog jönni. Van olyan település, ahonnan két busz fog jönni, sőt, azt hiszem, két nagy, meg egy kicsi, és már elkérték a fuvardíjat, tehát a viteldíjat, tehát pont ezt elkerülve, mert tudom azt, hogy nagyon sok embernek csipi a csőrét, és álltok, hogy én el vagyok szálva magamtól, nem tudják, hogy mitől, hogy én el vagyok szálva. Én nem vagyok elszálva magamtól, mert én folyamatosan ugyanazt mondtam, én nem ugráltam rendezvényről rendezvényre, én maradtam az alaptörvény közjogi érvénytelensége mellett, és a valós és tényleges rendszerváltást szorgalmazom. Én ezt mondtam mindig is, ezt fogom mondani. Bízok benne, hogy már csak holnapig, és bízok benne, hogy a Kamion TV fülkeadását holnaptól már nem kell közvetíteni, hanem már maradhatok egyszerű családapa, vagy egyszerű sofőr, aztán azért néha-néha bejelentkezek, de nem kell minden nap arra buzdítani benneteket, hogy álljatok föl és tegyetek, hanem csak azt kell mondani, hogy megtettük, amit a haza megkíván, megtettük a nemzet és az ország egységét. Ehhez én egyedül kevés vagyok. Ehhez ti is kelletek. Itt nem csak az én családom van veszélybe, hanem a ti családotok is veszélybe van. Ha elfogadod, ha nem. Lehet, hogy még ma még nem érted, de mire megértenéd, késő lesz. Ne arra várj, hogy a politikus mit ígér, ne arra várj, hogy megint elmehessél áprilisba Biancóra szavazni, ne arra várj, hogy majd valaki fölálljon helyetted, hanem állj föl, és legyünk együtt. Sokan. Jó időt mond, a többi, az csak rajtunk múlik. Az rajtunk múlik. Úgyhogy holnap élőbe, többen magammal, leszek élőbe, mármint sokan fogják közvetíteni. Godó Gyurival egyeztetek, azt a posztot még ki fogom írni, hogy miben maradtunk Gyurival, hogy ő hogyan fog följönni, vagy hogy ott lesz-e élőbe.
Ne foglalkozzatok senkivel se. Én se foglalkozok. Én csak ezzel az egy dologgal foglalkoztam a néhai párommal, mert ez nálam kiverte a biztosítékot. Ma nem kívánok háborúzni, mert én idáig is a kezemet adtam. Mindenki ide állt, aztán mindenki elment. Mert ő neki fontosabb dolga volt az aláírásgyűjtés, meg a Covid elleni baromság, mint hogy elkezdett volna gondolkodni abban a maradék csöpp eszébe, amit még a rendszer meghagyott neki, hogy mi a megoldás. Holott ugyanazt beszéljük. Nem is értem. Én köszönöm, hogy egész héten megtiszteltetek a figyelmetekkel. Holnap bízok benne, hogy nagyon-nagyon sok emberrel fogok találkozni. Egy fél pillanat, ez nem az. Terjesszétek a videót, hogy aki még idáig nem találkozott vele, az találkozzon. Tudom, hogy ez a videó, ez most már ott van a cigányság soraiban is Béci által. Tudom, hogy Béci most is telefonál és szervezi a cigányságot a holnapi megmozdulása. És tudom, hogyha Bécit meglátják ezen a megmozduláson, akkor Záhonytól Hegyes Halomig a cigányok fölkapják a fejüket. És Béci nem egy celeb politikus, aki megjelenik itt-ott, és képviselőnek akarja magát előtetni, hanem egy olyan ember, aki tesz a cigányságért. És őt Magyarországon minden cigány ismeri. Kevés olyan cigány van, aki Bécit nem ismeri. Én néhány napja hallottam róla először, és én örülök, örülök, hogy itt van velünk. Örülök. Jó étvágyat a vacsorához. Mindjárt én is otthon leszek. Pihenjetek jól. Álmodjátok, hogy holnap rengeteg ember lesz, mert bízok benne, hogy az nem álom lesz, hanem valóság lesz. Na, 11 óra környékén már én is fönt leszek. Holnapi viszontlátásra. És kívánok mindenkinek szép álmokat, és továbbra is jó egészséget nektek, illetve valamennyit a családjának. Nyugodalmas jó éjszakát. Isten veletek. Sziasztok!